Ati, miként kezdesz neki egy kezelésnek csontkovácsként? Ránézek a testére, és tudom, mi a gond. Utána elmondja, mi a probléma. A Sántit látom. A görbe állt a váll. Tehát 95%-ban megmondom, mi a gond. Nyilván a probléma súlyosságától is függ egy kezelés hossza, nem igaz? Hát hogyne, hát van, amit meg lehet oldani 5-6 másodperc alatt. Van, amihez kell a 40 perc, mert hogyha itt 20 éves probléma van, akkor nem fogom kitépni az ember karját, hanem bemelegítem, akik mozgatom, és utána húzok rajta. Tehát ez nem az a lényeg, hogy kárt okozzak, hanem az, például a derekat fáj, elnézést kérek, de akkor nem a vállalat fogom simikézni, hanem akkor az a fájdalom érkes, addig csinálom, ameddig az a fájdalom meg nem szűnik. Van-e jelentős különbség egy felnőtt és egy gyermekkezelése között? Hát ég és föld. Tehát egy felnőttel meg tudom beszélni, mondom, hogy hogy csukod le a szemed, és ott én vagyok a főnök, addig, ameddig én nem végeztem feladatomot. Mindent mutatok, mindent magyarázok. És utána leellenőrzöm a munkámat, és fogja megmondani, hogy fáj vagy nem fáj. Ha azt mondja, hogy fáj, akkor mintán volt a kezelés, de a Google hajol, és azt mondja, hogy nem fáj, akkor én nyertem. Most egy gyereknél ez mindjárt más. Úgy működik, hogy játszok velük. Ügyeskedek, Harry Potter képző, észre se veszi, pak, kész. Tehát játékosság, kreativitás, amivel utat lehet találni egy gyermekhez. Persze, nem azt mondom, hogy jössz egy kezelésre, és neked esek ütvefúróval, hanem gyerek is náj, megmozgatjuk, csak megnézem, és mire ő azt hiszi, hogy én megnézem, meg játszok vele, addigra az kész. Ez igen. Tehát gyorsan kell dolgozni, és fájdalommentesen. Tehát a hangsúlyozom, a csontkovásnak nem az a dolga, hogy lecsegél, ropogjon, mert a katonafejjel gondolkodok, hogy megroppantok valamit, annak vége. Vagy olyan kárt okozok, hogy abból jó nem jön ki. Viszont annyit illik tudni, amikor mi hoppan, akkor az ízületi folyadék pukkan. Tehát a helyére teszem a dolgot, nem tönkre teszem. Tehát ez az óriási különbség. Anya, ez nem fáj, te is megcsinálhattad volna. A gyerekekre fókuszálva milyen problémákkal keresik el a leggyakrabban a csontkovácsot a szülők? Hát derékfájás, hátfájás, válfájás, kézsibbadás, hány inges szédülés, látásszavar, amit a mézomgöcsök okoznak. Mit javasol a csontkovács a gyermekek? Hány éves kortól látogathatnak egy fajta kezelést? Hát akkor a fájdalom van 8 és 12 év között az, ami elfogadható, de a nagy baj van, és hogyha egy jó csontkovács tud, akkor az 5-6 éves gyereket is lábra tudja állítani. Miért fontos, hogy bent legyen a szülő a kezelés alatt? Azért, mert a szülő akkor látja, hogy én mit csinálok, és eltanulja tőlem. De viszont, hogy befejeztem a kezelést, odáll a szülő, és ugyanezt végigcsinálja, és begyakorolja. Betanítom gyakorlatilag arra, hogy megcsinálja a saját gyermekét, rendbe rakja. Tehát átadod a tudásodat kvázi a szülőnek. Hát egy anyánál nincs jobb csontkovács, mert szívből dolgozik, nem pénzért. Milyen nagy bajokról tudnál beszámolni, amelyeket eredményesen gyógyít egy csontkovács? Sikersztorik? Hát volt nálam a kis Rokkó, kezét nem tudta emelni, guggolni, hajolni nem tudott. 7 agyműtétje volt, ha egész pontosan tudom, és hát gyakorlatilag még 11 műtét vált a gyermekre, most az 6 perc, 35 másodperc alatt a gyerek tapsolt. 4 nap múlva jöttek, 5 perc, 25 másodperc alatt. Guggolt 3x3-at, utána meg olyan krampusz lett, hogy rohangált az apjával, nem tudtuk megfogni az időt. Ati nem csak a kis Rokkónak, hanem rajta kívül már több tucat gyermeknek segített a gyógyulásban.